A múlt év januárja óta működik államilag kiemelt akadémiaként a Győri Eto kézilabda utánpótlása. Azóta az addig is roppant sikeres műhelyben új szintre emelték a munkát, még modernebb, még professzionálisabb környezetben készülhetnek az ifjúsági, a serdülő és az U15-ös korosztályú lányok. Az Audi Arénában tett látogatásunkkor arra voltunk kíváncsiak, hogyan telnek jelenleg a győri akadémisták mindennapjai, és melyek azok a területek, amelyeken a leginkább sikerült előrelépni az utóbbi időben. Nagyon nagy köszönet a magyar kormányzatnak, hogy létrehozta és lehetővé tette, hogy a kézilabda sportágban is működjön ez az akadémiai rendszer, hiszen korábban is ugye a látványcsapat sportágak támogatását ugye igénybe tudta venni a sportág, és nagyon sok gyermek szerintem sokkal-sokkal jobb körülmények között tud minden nap mozogni, sportolni. Ez az akadémiai rendszer, ez mindenképpen egy nagyon fontos állomás, most már több mint egy éve a mi életünkben. Azt gondolom, hogy elsősorban a minőséget kell még jobban kiemelnünk. Azzal, hogy a gyerekeknek a sportolási körülményei, a felkészülés, maga a kézilabdázás, a hozzárendelt különböző képességfejlesztések, legyen ez akár kondicionális vagy koordinációs képességfejlesztés. Ennek az infrastruktúrális javulása, tehát ami különböző gépparkokban, a különböző sporttudományi eszközökben valósul meg, ez azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. És mellette nagyon sok olyan területet tudnék említeni, mint például a regeneráció, rehabilitáció, vagy adott esetben a prevenció kérdésköre. Tehát azzal, hogy a gyerekeknek a preventív mozgása, tehát a gyógytorna például, mint egy nagyon fontos faktora a tevékenységüknek, napi szinten kerül bele a fejlesztésbe nagyon fontos és nagyon speciális mozgásanyaggal, nagyon-nagyon jó szakemberekkel, hiszen ezeket a szakembereket föl tudtuk venni, és tudjuk őket alkalmazni. Minőségben tudunk többet adni a csapatoknak, úgy, mint egy stáb, úgy, mint a mérkőzések, úgy, mint a gyerekeknek a szálláshelyei, és azok a felszerelések, amiket mint kiemelt akadémia kaptunk az államtól. De nagyon fontos kiemelnem, és ez az én filozófiám tulajdonképpen, hogy nem az a fontos, amit a tabella mutat nekünk, hanem az, hogy mi komplex játékosokat neveljünk a magyar utánpótlásnak, illetve nem csak az utánpótlásnak, hanem a felnőtt válogatottnak majd. Ez egy olyan tévhités, eddig mindenki abból mérte le azt, hogy milyen utánpótlás munka folyik ezekben az egyesületekben, hogy hanyadik volt a bajnokságban. Szerintem ez sokkal többet számít, hogy mennyire lesznek komplexek azok a játékosok és képzettek, amikor kikerülnek majd az akadémiánkból. Győrben a fiatalok felkészítésekor nagy hangsúlyt fektetnek az erőnléti munkára. Az akadémia legidősebb sportolóival például a Bajnokok Ligája győztes alakulat szakembere dolgozik. Előre eltervezett programjaink vannak, ezeknek az itt látható lányoknak hetente kétszer, illetve háromszor tervezett erőfejlesztő programjuk van. Ennek az erőfejlesztő programnak a célja az mindig a heti terhelési periódusnak megfelelően vannak nehezebb, könnyebb és van egy aktivizációs mérkőzés előtti konding. Ebben az évben egy nagyon nagyot tudtunk előre lépni, hisz a támogatásból olyan eszközöket kaphatunk, amik lehetővé teszik nekünk azt, hogy a lehető legmagasabb szinten tudjunk dolgozni. Megkérdeznék tőlem, hogy a fél év alatt, amit együtt dolgozom a lányokkal, mert ugye én az előző esztendőben csak az első csapattal dolgoztam, hogy mi a legnagyobb eredmény, amit elértem, akkor elsőként mindenképpen azt mondanám, hogy az itt folyó munka az attól teljesen független, hogy én itt vagyok, vagy kint vagyok. Tehát ezek a lányok nem azért dolgoznak, mert én itt ben vagyok, hanem azért dolgoznak, mert jobbak szeretnének lenni, tehát megértették, hogy ezt maguk miatt kell megtenniük. Tehát az egyik az, hogy elfogadták, hogy ez a munka ez elengedhetetlen ahhoz, hogy tudjanak egy lépést tenni. A második eredmény pedig az, hogy az Excel táblázatban az egyes paraméterek azok jól látható módon fejlődtek. Az akadémisták életében kiemelt szerepet tölt be a mai élsportban már elengedhetetlen háttérterület, a gyógytorna. Minden napokban mi a sportolókat manuál terápiával és gyakorlati rehabilitációval kezeljük. A sérültekkel, mind egészségesekkel is foglalkozunk, ugye nyilván egészségesen a sérülés megelőzés terén, és a sérültekkel ugye megpróbáljuk őket minél hamarabb visszahozni ugye az egészséges állapotukba, hogy újra a játékba visszaállhassanak. Igazából, hogyha valaki megsérül, akkor elsődlegesen egy teljes körű állapotfelmérést végzünk, amely alapján fölépítünk ugye egy egyénre szabott sportolóra specifikus kezeléstervet. Ahogy halad a kezelés, ugye folyamatosan nyomon követjük a fejlődésüket, felméréseket végzünk, és ugye fázisnak megfelelő terhelést kap a rehabilitáció során a sérült játékos.
nagyszerű hozzáállásuk van, nagyon motiváltak, és tudják, hogy nagyon keményen kell dolgozni itt a gyógytorna során is, ugye, hogy minél előbb visszaálljanak, és nyilván ők is minél előbb vissza szeretnének teljes értékűen állni az edzésekbe, mind a meccsekbe. Az elején is elmagyarázom nekik, hogy ez az ő felelősségük, kisnek is kell csinálni a házi feladatot, nem elég, ugye, hogyha csak itt részt vesznek a gyógytornán, mindig kapnak házi feladatot, amit ugye én a fejlődésük során látom, hogy csinálnak is otthon. Hiába fárasztó, amit csinálnak, teljesen oda koncentrálnak végig a gyógytorna során, tehát tényleg eszméletlen, nagyon-nagyon büszke vagyok rájuk, hogy milyen hozzáállásuk van itt az akadémián a játékosoknak. A fiatalok is élvezik a szinte páratlan körülményeket, érzik magukon azoknak pozitív hatásait. Én úgy gondolom, hogy a legmeghatározóbb dolog az a rehabilitáció, nagyon odafigyelnek ránk. A regenerációt is kiemelném. Nagyon jó erőnléti edzőt kaptunk, érezzük, hogy rengeteget fejlődtünk izomzatban. Úgy gondolom, hogy a teljesítményünk is jó, és szerintem ezek a legfontosabbak. Hétfőn, kedden és csütörtökön két edzésünk szokott lenni. A reggelente kondi edzéseink szoktak lenni, és a konditerem nagyon sokat változott, hiszen nagyon sok új gép érkezett. Az utánpótláskorú játékosoknak óriási motivációt jelent a klub Bajnokok Ligája címvédő felnőtt együttese. Minden fiatal kézilabdázónak az az álma, hogy egyszer a felnőtt csapatban játszhasson, hiszen a világ legjobb csapata. Szerencsére volt már lehetőségem edzeni velük és meccsezni, ami egyszerűen egy olyan élmény, amit tőlem senki nem vehet el, hiszen ez egy gyerekkori álmom volt. Hatalmas motiváció, tehát hogy ilyen közelről tudjuk őket figyelni. Hát nagyon remélem, hogy egyszer nekem is lesz lehetőségem olyan szintre kerülni, és tényleg nagyon jó, hogy akár napi szinten is tudjuk őket látni, és megfigyelni esetleg, hogyha be tudunk pillantani az edzésekbe, akkor a mozdulataikat. Persze a fiatalok közül nem mindenkiből lesz ETO játékos felnőttként, de az szinte biztosan kijelenthető, a Győrből kikerülő kézilabdázók értékes tagjaivá válhatnak a sportágnak. Nagyon jó visszaigazolás a számunkra, mivel szeretik a győri nevelésű játékosokat az NB1-es klubok. Ugye a Pál Tamara a mi utánpótlásunkból került ki, és tegnap a Ferencvárosnak 10 gólt lőtt az MTK színeiben. Figyeljük ezeket a játékosokat, ugyanúgy, mint a Lakatosítát, és a Pál Tamarát, a Farkas Johannát, ezek mind a mi játékosaink voltak. Nem titkolt szándékunk az, hogy egy idő után, amikor beleerősödnek ebbe a mezőnbe, akkor visszaigazoljuk Győrbe őket. A klub és az akadémia elnökétől azt is megkérdeztük, milyen előrelépési lehetőségeket lát még a győri utánpótlásban. A sporttudomány, és ezen belül a sport is egy olyan terület, amely egy rendkívül fiatal és rendkívül dinamikusan változó tudományterület. Aki itt egy kicsit is hátradől, az pillanatokon belül megelőzik. Úgyhogy én ezt a szemléletet követem, mint az akadémia vezetője, a menedzsmentemben és a szakmai munkában is ezt kérem mindenkitől, hogy innovatív gondolkodással egy olyan előremutató tevékenységet próbáljunk meg megfogalmazni, mind a kézilabdában, mind pedig a gyerekeknek a teljes életvitelét figyelembe véve, amely a kor színvonalának megfelelő, de kicsit túl is mutat rajta. Tehát mindenben lehet fejlődni. Nálunk úgyis azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy a tehetséggondozás, a kiválasztás és a tehetséggondozásnak a kérdésköre az ne csak egy fogalom legyen, hanem ténylegesen nagyon sok olyan gyerekünk van, aki alkatánál fogva rendkívül nagy jövő előtt áll. Tehát a csapat melletti gondolkodás mellett nagyon fontos kiemelni az úgynevezett egyéni bánásmódnak, az egyéni képességfejlesztésnek az elvét is, úgyhogy én azt gondolom, hogy ebben mindenképpen ez egy fontos célkitűzés, illetve nyilván ez élsportról szól, tehát szeretnénk, hogyha mindig ott lennénk az elit mezőnyében, az első között, akár nem csak a felnőtt sportban, hanem az utánpótlásban is.